Bő 3 hét múlva rajtol a bajnokság a másodosztályban, így már minden csapat elkezdte a felkészülést. Nyíregyházán új a vezetőedző, a Spariban játékosként is megforduló, legutóbb Győrben dolgozó Tímár Krisztián munkáját Szalai Tamás segíti. A szakmai stáb az első edzőmeccsen már kapott pozitív visszajelzéseket a játékosoktól. Megpróbáljuk megértetni azt, hogy sokkal keményebben kell dolgozni, mint eddig. Nagyon jó a fogadtatása. Tényleg próbáljuk őket a lehető legkeményebben felkészíteni arra, hogy jó erőben várják, vagy jó erőben tudjuk kezdeni a felkészülést. Túl vagyunk egy edzőmérkőzésen, nyilván volt fáradtság, de nagyon sok minden visszaköszönt, amit szerettem látni, főleg felfogásban, mentalitásban kell ezeket elsajátítani, ezeket a dolgokat, amiket szeretnék. Gondolok itt a letámadásra, gondolok itt a visszatámadásra, de labdával is, főleg az első félidőben elég szép támadásokat vezettünk, sajnos sok helyzet kimaradt, ezen még nyilván szeretnénk változtatni, ezt csiszolni kell, de bízom benne, hogyha keményen dolgozunk tovább, akkor ebben lesz fejlődés. A Spari csak osztályozó maradt bent az NB2-ben, így nem meglepő, hogy átalakul a játékos keret. Csősz Rihárd, Szerető Krisztofer, Szokol Zsolt, Hegedűs Lajos, Pantovics Nikola és Papucsák Barda távozott. Kölcsönből visszatért Hamed Jasin. Tamás Olivér Paksról, Herjenszki Kristóf Gyirmótról, Bese Balázs Szentlőrincről, Alakszai Áron Csákvárról, Jaskó Mihajkó pedig Kecskemétről érkezett Nyíregyházára. Visszatérőnek számít a több mint 100 élvonalbeli meccsen rendelkező, legutóbb a Pécset erősítő Kesztyűs Barna. A tavalyi év az lement, ahogy lement. Már mindenki előrefele néz, tehát azok is, akik ugye itt maradtak, azok is, akik újak. Igazából tényleg segíteni jöttem a csapatnak, tehát minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán. Tehát meccsről meccsre nézünk, napról napra nézünk előrefele, tehát nem nagy célokban gondolkodunk, hanem mindig a következő meccset szeretnénk igazából megnyerni. Az NB2 a legutóbbi 20 helyet 18 csapattal rajtol. Július 30-ától december 10-ig 18 fordulót rendeznek meg. A rendszer átalakításával is ugye egy keményebb bajnokságra van kilátás, mert ugye 4 csapat esik ki hátul, ezáltal ugye kevesebb csapat is van a bajnokságban. Hát nyilván egy nagyon kemény bajnokság, egy kiélezett, nagyon sokáig közel álló csapatok közel vannak egymáshoz a csapatok, és szűk lesz a mezőny, szóval itt kiegyenlített lesz. Ebben kell ugye nekünk egy olyan stabil csapatot összerakni, aki bárki ellen idegenben, hazai pályán versenyképes tud lenni, és győzelem esélyekkel lép pályára. A Spari pénteken az NB1-es mezőköveshez látogat, majd a jövő héten a Kazincbarcikával és a Karcaggal is játszik a csapat. A bajnoki főpróbát Mezőkövesden tartja a Nyíregyháza, majd a nyitófordulóban július 30-án a Siófokot fogadja Tímár Krisztián együttese.